Magyarország egyik vezető muzsikusával, zeneszerzőjével, hangszerelőjével, zongoristájával, Wolf Péterrel beszélgettek, és az apropó, amiért most beszélgettünk, egy nagyon szép évforduló, a közelmúltban ünnepeltett 75. születésnapodot, úgyhogy én azt kívánom, hogy Isten éltessen sokáig erőben, egészségben, még nagyon sok ilyen jó zenével töltött évet kívánok neked. Nagyon köszönöm, amikor a felvezetés mondod, hogy egyik vezető muzsikus, mondom, biztos, hogy engem hívtál. Egészen biztos. Annyi jó zenész van, annyi, és én olyan jól elférek a palettán. Először arról kérdeznélek, hogy ugye ma már ez olyan természetes, hogy mindenfajta műfajt lehet tanulni jazzt is egyetemi szinten, de amikor te fiatal ember voltál, azokat a műfajokat, amivel te foglalkozol, még nem tanították iskolában. Hogyan tudtad összegyűjteni a tudást a zeneszerzéshez, hangszereléshez, a zongorázáshoz, hiszen akkor még, ahogy említettem, ezeknek a műfajoknak még nem volt meg az iskolai háttere? Laci, fogad elismerésemet a kérdésért, most minden udvariasságon túl, mert nagyon kevés embernek jutott volna eszébe az, hogy amit begyűjteni lehet az én életemhez, az akkor, hogy a fenébe gyűjtöttem be, hiszen tényleg nem volt még akkor egyetemi képzés a jazzből, a könnyű műfajból egyáltalán nem. A lényegére tapintottál. Az első játékszerem egy zongora volt. Bemásztam alá, és ott kúrjongattam, lenyomva a pedált, és élveztem, hogy ez visszhangzik. Tehát az, hogy zene, az sose volt kérdéses. Zene felé megyek. És hát miután racsoltam, beirattak egy már zene óvodába is, ahol ezt rögtön korrigálták, és az is zenéről szólt. Tehát már az óvoda is zenéről szólt az én életemben. Az általános iskolával párhuzamosan elkezdtem a Steinitz zenedébe járni zongora szakra, és tulajdonképpen az, hogy akkor olyan kézenfekvő volt, hogy hát akkor ebbe a gyerekből ebbe zongora művész lesz. És ezen én se gondolkodtam, én szorgosan gyakoroltam, amit rám rótak, igyekeztem megfelelni, igyekeztem anyámnak az elismerését elnyerni, de legfőképpen apámét, aki ugyan mérnökként végzett, de járt a zenakadémiára is, és zenészként dolgozta végig az életét, és amikor 59-ben gyerekként egy koncerten az Állami Hangverseny Zenekarral a Zenakadémián zongoráztam, és tényleg plakátok hirdettek, meg nem tudom micsoda, akkor a koncert végén néztem kérdően az apámra, nagyon nagy siker volt, és azt mondta, hogy azt a trillát azt nem fölülről kellett volna elkezdeni. És én még elhatároztam, hogy akkor még többet fog gyakorolni. És még. Na, ez így ment egészen a konzig, mert aztán ugye a középiskolában fölvettek a zenegimnáziumba és a konzervatóriumba, és ott már beköszönt, már valamikor ennek a határán a Beatles megjelent a világban, és én elkezdtem a zongorán megpróbálni ezeket a harmóniákat, amiket ezek a dalok érintettek. És hát persze az apám az boldogan segített nekem ebbe. A számomra annak idején emlékszem, hogy Bugit is komponált, amit én a lendes klasszikus zenei technikával 15-ször olyan tempóval játszottam, mint ahogy kellett volna. No, a konziban már bőven benne voltam én a könnyű műfajban, azzal, amit a rádióban innen-onnan-onnan felszedtem. Mert az apámat hívták felvételekre, de ha korán volt, akkor miután ő éjjel is dolgozott, a korai felvételekre engem küldött, és akkor azokat a hangszereléseket, amiket Bágya András, vagy Körmendi Vilmos, vagy éppen Jere Bervin, vagy Fáji András, vagy Deák Tomi, nem tudom, bárki írt, azokat én lejátszottam, és így lassan ebben a stílusban is elkezdtem érintgetni az zongorát. Egészen addig, ameddig a saját ötleteimből is megszületett az első dal, akkor azt felvették. És tanultam a zongora mellett vendéghallgatóként zeneszerzést, és amikor a konzervatórium véget ért, akkor kötelezően jött az akadémia, nem csak zenei szempontok alapján, hanem mert különben elvittek volna katonának. Úgyhogy felvételiztem a zeneakadémiára a zongora szakra, és karvezetésre is, gondolom, hogy valamelyikre csak fölvesznek. Föl is vettek. Fölvettek volna tulajdonképpen a zongorára is, de azt gondolom, hogy mindenkinek a szerencséje, hogy nem, mert akkor talán beleragadtam volna a zongorába, amit nagyon szerettem, de én zeneszerzéssel szeretném tölteni az életemet.
És a karvezetés az is, hogy mondjam, csak arra volt jó, hogy mentesítsenek a katonai szolgálatot. Akkor már nyakig éltem az életemet. Tehát ez volt 66-ban, 67-ben megnősültem, 68-ban már gyerekem volt. És 69-ben diszidált Haki Tamás együttesében, az excentrikusból, az zongorista, és engem kértek meg, hogy csatlakozzam hozzájuk, és hát ez eldöntötte az életem egy részét. Abból adódóan, hogy édesapád is a zenével foglalkozott, tőle is tanultál, vagy ő inkább csak figyelte a zenei előremeneteledet, és ilyen észrevételekkel segített neked a továbbfejlődésben, mint amit az előbb említettél, hogy a koncert után megjegyezte, hogy a trillát nem jó hangról kezdted el. Szeretném, ha mesélnél róla egy kicsit. Az édesapám az a mérnöki végzettségével nem tudott elhelyezkedni, a zenei munkájával igen, a 40-es évek elején Heinemann zenekarral, az akkor létező legjobb zenekarral Scheizmann volt. Egészen majdnem a háború végéig, hazajött, hogy lekésse a jót. És aztán itthon zongoristaként működött, játszott, műsorokat kísért. Mentek az éjszakában a Beamter pubiból, ez a név talán a hallgatóknak mond még valamit, és még valakivel, mert ugye kottolvasó, tanult zenész volt, tehát mentek és kísérték a műsort több helyen. Aztán játszott színházban, aztán játszott az éjszakában, és tanított. Otthon tanított, amit én ugye végighallgattam. És amikor én gyakoroltam, akkor azt meg ő hallgatta végig. Akár úgy, hogy mellém ült, ez nagyon ritka volt, akár úgy, hogy közben végezte a saját dolgait, de a füle az ott volt azon, amit én csinálok. És bizonyos szólt, hogyha valami nem úgy. Nem menekülhettem, nekem a 3-4 órás gyakorlást le kellett nyomnom minden nap, mert ott volt. De ezt elfogadtam. Ugyan nem örültem neki, hogy a hátam mögött az ablakon, mert háttal ültem az ablaknak, persze, nehogy azt lássam, hogy az utcán a cimboráim mennek focizni. Fordulj csak a zongora felé, édesfiam. De örömemet leltem benne, mert annyi fellépés, ilyen diák fellépés volt, és ezeken én mind nagy ünneplésben részesültem. A versenyeket mind megnyert. Amin indultam, szegény Jakab Gyuri a Neotomból, az nagyon-nagyon nehezményezte az én létem, mert amit később persze röhögben mondott el, de mindig ő volt a második. Mindig én nyertem ezeket a versenyeket. Szóval apámnak a füle, a tekintete, az szorosan ott volt rajtam. Amit említettél, hogy ugye már fiatalon gyerekként játszottál hangversenyzenekarra, ugye ez nyilvánvalóan abból adódott, hogy te már gyerek fejjel egy kivételes tehetségnek számítottál. Ezt nem nagyon közölték velem, de nem hogy mondjam, én ezeket olyan természetesnek fogadtam el, hogy azt mondták, hogy most akkor el kell játszani, mit tudom, milyen koncertinót. Már persze, akkor eljátszom. És nekem az, hogy zeneakadémia, akkor nem azt jelentette, mint ma, hogy ma tudom, hogy a zeneakadémia egy szentély, és tényleg milyen titánokat volt szerencsém ott hallani. De az, hogy én oda bekerültem egy koncert keretével, akkor van, hát persze, ott vagyok. Másnap meg a zongora órán vagyok, kész, nem, semmi. Semmi ilyesmi nem volt. Beszélnem kell azért az anyámról is, aki színésznő volt, és aki megtanított, hogy kell kimenni, akinek szintén nagy szerepe volt, ha volt, hogy zongorázom, mert hogy kell kimenni a zongorához, ne túl gyors lépésekkel, ne túl lassúakkal, ne lógasd a fejed, ne az eget nézd, törö, és ha elrontod, akkor szemed ne rebbenjen, hadd higgye a hallgató, hogy ő hallotta rosszul. Érdekes, nagyon jó tanácsok ezek egyébként. Hát így telt a gyerekkorom, igen. Tulajdonképpen nem volt gyerekkorom, ha ezt most, de nyáron volt gyerekkorom, akkor nem volt iskola, akkor nem voltam szónokon a anyám nagybátyának, de egyébként évközben én nekem munkával telt az egész napom. És akkor visszatérve ugye erre az időszakra, amit említettél, hogy Haki Tamással ugye jártátok Nyugat-Európát, hogyan kerültél aztán be a rádióba, hiszen te annak egy oszlopos tagja voltál, zeneszerzőként is, hangszerelőként is. Ez a része a pályádnak hogyan indult? Ez is szerencse. Bekerültem
Bekerültem a harmónia vokába, amit Pól Balajos gyűjtött össze ilyen zenegimnáziumba járó fiatalokból, megállt az iskola előtt, és amikor én jójóval a kezembe kijöttem, akkor azt gondolt, hogy na ez a pali, ez jó lesz, és akkor megkérdeztek, tudok-e, mondtam, igen, kiket ismersz, és akiket ismertem, azok is mind jöttek a harmóniába, és akkor elkezdtünk felvételeken részt venni, ahol én láttam, hogy ugye meg apám párhuzamosan küldött zongorázni a felületeket. Zongoráztam is, énekeltem is, voltam a stúdióban, de voltam a technikai helységben is visszahallgatni, és nagyon sokszor hallottam azoknak a zenei rendezőknek az instrukcióit, akikre én fölnéztem, elsősorban Bárgy András. De ott volt Rónai Pista, vagy ott volt Jere Bervén, ott volt a Fájand, és ezek mind jöttek oda, és rendezték a zenei felületeket. És mind nekem arról szólt a történet, hogy ők hogy látják a felvételt, milyen mondatokat mondanak annak érdekében, hogy kijavítsd, és valami, nem is tudom, hogy egyszer csak én is ebben a székben találtam magam, mert azt gondolták addigra, amikor már 3-4 évet eltöltöttem ott a munkával, hogy talán meg tudok rendezni egy felvételt. És akkor bepottyant, emlékszem elsőként a Benkó Dixident Band, akiket én, hogy jó felvételt készíthessek, külön-külön raktam, ami egy fatális marhaság volt, mert ez nem arról szól, hogy csillogó pillanat szóljon, hanem az, hogy emberek egymás testközelségében muzsikáljanak. Úgyhogy rögtön egy hiaskóval indult a dolog, de szerencsémre nem ez volt mindig azt mondják, hogy ha rossz a főpróba, akkor jó lesz az előadás. De aztán később mindenkivel, aki él és mozog, és énekelt, vagy zenélt, vagy színész, aki énekelt, ezekkel a jó sorom összesodott, és megtanultam a mesterektől, meg megtanultam a magam bukásaiból, hogy kell egy felvételt meghallgatni, hogy kell a hibákat szóvá tenni, hogy kell tárcán fölkínálni a javítás különféle módozatait, és aztán nagyszerű együttműködés alakult ki. Én baromi jól éreztem magam ebben a körben, és eltekintve egy-két tényleg surlódástól, ami azt gondolom, hogy óhatatlanul mindenkinek jön az életébe. Én a partnereim 99%-ával remekül, örömmel és flottul tudtam dolgozni. Ez a Rutkai Évától a, nem tudom én, most itt meg a Sasszíliáig terjed. Tehát tényleg olyanokkal volt szerencsém dolgozni, akikre fölnézett a publikum mindenféle területen, és én fürödtem ezekbe, mert nem kellett után mennem, hanem általában megrendelések találtak meg, a felkérések találtak. Sasszíliá is akkor már világsztár volt, és a Callas utódjának tekintették, amikor hazajött, és azt mondta, hogy könnyű zenei lemezt szeretne csinálni, és azt mondta, hogy velem. És akkor velem, hát akkor csináljunk a lemezt. Említetted nekem egyszer, és ez nagyon jellemző a te precizitásodra és elhivatottságodra, hogy amikor elkezdtél hangszerelni, akkor te a rádió archívumából kivetted a partitúrákat, és elemezted olyan szinten, hogy ugye, ahogy említetted nekem, hogy egy énekesnőnek is például egy nagy zenekart másképp kell hangszerelni, egy férfi hangra is, hogy ne vesszen el nyilvánvalóan a hangszerelésben. Hogyan kezdődött ez? Hogy ezt önszorgalomból elkezdtél bejárni, és engedték, hogy ott az archívumban keresges jó hangszereléseket? Vagy hogyan képzeljük ezt el? Minden módját megragadtam annak, hogy tanulhassak. Tehát amiket felvételeket fölvettünk, azokból láttam benne a rádióban a kottát. Tehát az, hogy milyen hanghatást hogy ért el XYZ, azt én kotta, nem csak hallottam, hanem kotta képben láttam is. Tehát elemezhettem, hogy mik szó. Ez olyan, mint amikor egy séf eszik valami finoman, és utána megengedik neki a konyhába, hogy megnézze, hogy miből, hogyan, milyen arányokban készült. Én nekem pontosan ebben volt részem, és hát mondjuk a Bágy András tanítványaként tekintett rám, és az életem egyik legbüszkébb pillanata az volt, amikor nem csak én néztem meg az ő partitúrát, de elérkeztünk oda, és hogy ő egyszer elkérdezi, el is vitte egy partitúrámat. Tehát megnéztem ezeket. Aztán ahhoz, hogy az ember
Jót hangszereljem, ahhoz nagyon fontos ismerni azt, akire hangszerel, annak a határait, annak a jó részeit és a kevésbé kényelmes dolgai. Mert meg lehet írni tényleg azokat a hangszereléseket, amiknél az ember nem számol a nehézségekkel. Mindenek ezt meg fogja tanulni a zenész, de félő, hogy akkor nem arra fog figyelni, hogy hogyan, hanem arra, hogy mit kell játszani. Mint hogy egy énekesnek is megvan a hangfekvésében a legjobb rész. Hát el kell próbálni arra célozni, és a szélsőségeket, a túl mély vagy a túl magas hangokat elkerülni. Ugyanez minden hangszernél ugyanígy megvan, és ugye én a Studio 14-nek nagyon sokat hangszereltem. Hát töviről hegyire tudom, hogy ki ezekből miben erős, és miben volt kevésbé erős, és hát persze megpróbáltam azt írni neki, amiben erős, mert akkor jól szól a dolog, akkor jó kedvel játsza, és akkor az egész tényleg egy jobb képet mutat. Hát ugye a zeneszerzői munkád is egész elképesztő, hiszen stilárisan, tehát a távolállóbb műfajokban alkottál óriásit, ugyanúgy írtál Hofi Gézának, mint hogy Ave Máriát is komponáltál, jazzetüdeket is komponáltál, tehát ez a sokszínűség, gondolom, ez talán abból is adódhat, hogy nagyon sokfajta zenét kell szeretni ehhez, hogy valaki ilyen nagyon sokfajta zenét tudjon írni. Ezt teljes mértékben osztom. És nyilván mindenkinek megvannak a kedvenc zenéi, de én nem csukom be a fülemet semmi előtt. Én mindenevő vagyok, de ezen belül is mindenhol megpróbálom megtalálni azt, ami nekem tetszik. Én nem merem más mondani, hogy az egyik jó, vagy a másik rossz. Én már csak azt merem mondani, hogy az egyik tetszik nekem, a másik nem. Az egyiket élvezettel fogyasztom, a másikat pedig csak kötelességből. Igen, és mit tudom, én 60x évesen visszamentem az egyetemre, mert úgy gondoltam, hogy a munkásságomhoz a jazzbe jobban el kellene merülnöm, és visszamentem a jazz tanszakra az egyetemre. Őrült mázlim volt, mert olyan zsenihez kerültem, mint Oláh Kálmán, akivel mindenről lehetett beszélni, és hogy mondjam, abszolút nem szórakozás volt, mert az kevés szó, élvezkedés volt a minden beletöltött idő, mert meghallgattam, hogy zongorázik, és ő meg elmondta, hogy az én zongorázásomról mi a véleménye, meg a világról beszélgettünk. Ha már ott voltam, le is doktoráltam. De ez az egész, ez csak egy építőkocka az én működésemben. Tulajdonképpen szeretnék, amihez nyúlok, annyit tudni, amennyit kellene, de hát sose fogok. Szóval, de ez tényleg igaz, az ember minél többet lát valamiből, annál jobban van rátekintése arra, hogy az, amit lát, az az egészhez képest milyen pöttem. Hát igen, ez milyen igen. Csekély. És ha már így említetted, hogy a kedvenc zenéid, avasd be minket, hogy mik voltak ér, vagy mik életedben a kedvenc zenéid? Hát ugye, amit először a komoly zenében adva voltak, ugye, mert a tanulmányaim nagyon hosszan csak komoly zenére támaszkodtak. Hát én Bach mániás vagyok, ha lehet ezt így mondani, mert azt gondolom, hogy mindent megírt, amit meg lehetett. Vannak ilyen csillagaim más művészetekben is, de ha zenéről beszélünk, akkor elsődlegesen Bach. Nagyon szerettem a romantikus műveket, szerettem az impressionistákat, és hát tulajdonképpen nincs olyan, akinek az alkotása előtt ne hajolnék földig. De aztán jött a könnyű zene, a Beatles, és én akkor, amikor a Beatles jött be, akkor én már gyakoroltam a Gershwin Rhapsody in Blue-t, meg az Adinzel varsói koncertet, mert ha nyáron pénzt akartam keresni, akkor vendéglátóba mentem volna, és oda bekategorizálták a zenészeket, és ahhoz, hogy a kategóriás zongorát kapjál, ahhoz ezeket a műveket játszani kell. Tehát én Gershwinnel is igen korán megismerkedtem, ilyen 15-16 éves koromban zajlik az, amiről beszélek. És aztán jöttek a filmtitánok, elmeséltem már sokszor, de biztos az emberek kétkedéssel fogadják, amikor Michel Legrandnak a Cherbourg-i esernyőjét vetítette a mozi, akkor én a Duna mozi mellett laktam, és 14-szer láttam egy húzamba, akkor még nem volt magnó, meg ilyesmi.
Minden nap volt három előadás, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön mindegyiket meg tudtam nézni, pénteken már csak kettőt, és mire kijöttem a végén, azt gondolom, hogy jobban ismertem a darabot, mint a szerző. És aztán a következő ilyen az Bernstein volt a West Side Story-val, akinek ugyanígy a darabját ízekre szedtem, és mondjuk ugyanilyen szintre jutottam a Bartók zene ismeretével, mert arra meghívtak, a Liszt Ferenc Kamara zenekar meghívott a turnéján, hogy a zongora szólamot játszam, és akkor partitúrával a kezembe játszottam persze a zongora szólamot is, és hát ha a Lakatlan szigetre kerülnék, azt biztos vinném magammal, mert az is egy elképesztő, elképesztő darab. Szóval ezek voltak. És hát hallgattam Oscar Peterson zongorázni, és reggeltől estig hallgattam, és hallgattam Richtert zongorázni, ahol csak hozzáfértem a dolgokhoz, és hát aztán jöttek a kórusok, a vokálok, ugye, ami a harmóniából kézenfekvő volt, a Singers Unlimited, aztán a New York Voices, Take Six, ugye most, hogy a igen, legújabbak. És hát az ember eljut ahhoz, hogy egyszer csak belebotlik az interneten egy 16 éves kölökbe, úgy hívják, hogy Jacob Collier, most már nem 16, de amikor belebotlottam, akkor ő volt, és földbe gyökerezett a lábam. Mint ahogy amikor életemben először Earth, Wind and Fire felvételt hallgattam, kocsival mentem, lementem az útra, mondom, hogy ezt nem menet közben hallgatjuk, megállunk, becsukjuk a szemünket, és úgy hallgatjuk a Serpentine Fire című hátborzongató remek művet. Ugye a műsorban a Jazz Prelude című albumot felvételeit hallgatjuk, ami a te kompozíciódat tartalmazza, és Balogh József zongorázza el. Amiket most elmondtál, ez valahol ez a mű, ez egy kicsit ennek az eszenciája. Mert ugye ezek jazzes darabok, de megírt darabok, tehát ezek nem improvizációk, de mégis ízig-vérig jazzes ízű darabok. Tehát ez én valahogy úgy érzem, hogy ez nagyon te vagy ez a lemez. Én örülök ennek, amit mondasz, és ugyanakkor te, mint jazzzenész, valószínűleg ugyanazt gondolod ezekről, mint én, hogy ez nem egy progresszív jazz, amit ezek a darabok tükröznek. Ezek elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a komoly zenei művészek között, aki szeretne jazzzongorázni, de leírt kotta hiányában ez nem nagyon sikerül neki. Mert ugye a jazz standardek egy soros kottában vannak leírva, úgy hívjuk őket, hogy primstim, és alá vannak írva, vagy bocsánat, fölé vannak írva betűvel a harmóniák. Ezt egy klasszikus képzettségű zenész nem értelmezi. A ritmikáról meg aztán pláne ne beszél. Ezért én megpróbáltam az ő számukra ilyet komponálni, és hát Balogh József az életem egyik mázlia, mert összeakadtam vele, megismertem őt ezelőtt 5-6-7 évvel, már nem tudom pontosan mikor, és tulajdonképpen annyira egy húron pendülünk, hogy amit én zongorára írok, és először megírtam neki egy sorozatot, a Wolf Temperét, ez klavírt, alig kell instrukciót elmondanom, vagy alig kell beírnom a kottába bármit, mert pontosan úgy játsza, hogy én azt eredetileg gondoltam volna. És ez egy kicsit visszaköszön Bachra, akinek a kottájában szintén semmit nem talál, se tempó előjelzés, se dinamikai jelzéseket. Játszd úgy, ahogy érzed. Balogh József így játsz a darabjaimat, és ezek között, a jazz prelüdök között van olyan, ami valóban a jazz tényleg töményen az, de van olyan, amelyik inkább egy balladát jelent, ami közelebb áll egy komoly zenei muzsikushoz. Tehát azokat a lírai darabokat, azokat sokkal könnyebben értelmezik, mint a ritmikus dolgokat. De hát én írtam a Jóskának, azt ír az ember, amit akar. Ott, amiről az előbb beszéltünk, nincsenek határok. Tehát nincs se dinamikai, se erőnléti, sem stilisztikai, stílusbeli határ. Balogh Józsefnek azt ír az ember, amit akar, és jobban fogja eljátszani, mint ahogy te elképzelted. Mi az, amin mostanában dolgozol? Milyen terveid vannak a következő időszakra? Hát az, hogy milyen terveim vannak, azt sose szoktam előre elmondani, amíg kész nincsen. Kész van egy misém, ami már elhangzott, és aminek nagyon örültem, és ami el is fog hangzani hamarosan újra a
szeptember 18-án a Tihanyi Apátság templomában. Készen van, majdnem készen van a demo felvétel is egy dalciklusból, amit angol nyelvű versekre írtam, magyar szerzőtől, de nem nincs engedélyem arra, hogy ezt előre elkotyogjam. És azért készül belőle a demo felvétel, mert hát ahogy én énekelem, annál rosszabb reklám nincs. De ezt már Szenes Iván ezelőtt 30 évvel, ha megírtunk valami dalt, azt mondta, nehogy te demutasd meg annak, akivel énekelni akart, mert annál rossz, az akkor biztos nem. Ez is megvan, és hát többeknek tartozom, de már régi ígéretekkel, ilyen cselló darab, ilyen a négykezesekre szóló zongora négykezesek, amik itt úgy gyülekeznek, ilyen foszlányok, előbb-utóbb összeállnak darabbá. Mert készen van egy koncertoperánk, Fábri Péterrel, Magdaléna címmel, amit az ígéretek szerint a Zeneházában ebben a következő szezonban műsorra tűznek. Úgyhogy bővébe vagyok. Jaj, mert akkor hadd mondok, ami hozzád is egy kicsit közelebb esik. A Michel Műtinek írtunk egy lemezanyagot, amelyik ilyen kedves, swinges, latinos anyag, és ennek a felvétele is ebben az évben még megtörténik. Fantasztikusan jó tervek ezek, és nagyon klassz dolgok a jövőre nézve, és hogy még egyszer Isten éltessen sokáig erőben, egészségben, hát, sok zenével. Köszönöm, még csak 75 éves vagyok, úgyhogy szemben ne dőljön, hát ha dolgozom, majd ha öreg leszek egyszer. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Én is örülök, hogy fölhívtál, és köszönöm, hogy érdeklődés mutattál a dolgaim iránt.